Srácok, üdvözlök mindenkit. Kellemes napot kívánok. Na hát, ahogy látjátok a címből is, meg ahogy mondtam is, elkezdjük végre ezeket a nyári programozós streameket. Nyilván csak ilyen tutoriál jelleggel, legalábbis az elején mindenképpen. Aztán később majd lesznek azért kicsit összetettebb dolgok is. Egyelőre mondom, csak tényleg ilyen próbaképpen. Ugye nyilván olyan nagyon próbálgatni nem kell a dolgot, mármint abban az értelemben, hogy azért csak egy kis felvezetést adjuk a dolognak, hogy azért tavasszal már csinálgattuk ezeket. Ugye itt az oktatást át kellett állítani olyanra, ahol a fizikai kontaktus gyakorlatilag nincsen. Hát direkt nem mondom azt, hogy távoktatás, meg ilyesmi, mert az egy picit azért más. De azért csinálgattuk mi ezeket, és ott azért kipróbáltuk úgymond a technikát, meg kipróbáltuk, hogy hogyan is jó ezt csinálni, meg hogyan is lehet. Viszont azért ott az annyiban más volt, hogy ott hételen kellett átállni, hirtelen kellett valamit produkálni, úgymond. És azért kicsit itt-ott érződött rajta, hogy hát nem azt mondom, hogy rossz volt, mert igyekeztünk kihozni belőle a maximumot, de azért lehetett volna jobban is csinálni azt. Akkor így tudtuk megoldani. Azóta eltelt valamennyi idő, és nyilván itt én ígértem azt, hogy nyáron is lesz ilyen nyári programozó streamek, úgyhogy ezt akkor most fogjuk is csinálgatni. Lesz majd egy rövid kis prezentáció arról, hogy mi is a koncepció, tehát ezzel fogjuk kezdeni, ezt fogjuk átbeszélni, illetve utána lesz egy felvezető téma is, ahogy látjátok a címben, az iterátorokról fogunk beszélgetni, azt fogjuk elkezdeni. Jó? Valószínű, ma nem fogjuk tudni befejezni a mai alkalommal, folytatjuk majd valószínű pénteken, de erről is majd fogunk beszélni. Jó? Úgyhogy nagyjából ez lenne. Ugye itt most mi itt vagyunk Twitch-en élőben, de lesz majd róla vágott VOD a YouTube-on, úgyhogy nyilván itt élőben lehet kérdezni, folyamatosan figyelem a chatet, lehet aszinkron módon bármikor bedobni kérdéseket. Nyilván ezeket majd vagy instant itt megválaszolom, vagy majd egy kicsit úgy a blokk végén, vagy úgy ahogy a gondolat végére érek. És ebből fogok egy ilyen vágott anyagot csinálni YouTube-ra. Hát nyilván ez olyan, hogy fogunk itt azért mi beszélgetni is Twitch-en, azokat, hát vagy egy részét kivágom, vagy ami olyan szakmaibb, az bent hagyom. A lényeg, hogy aki YouTube-on nézi ezt a videót, annak mondom, hogy kérdésre ott a komment szekció, nyugodtan ott lehet kérdezni, javasolni, de ugyanígy mondom, aki Twitch-en néz most élőben, vagy nézi élőben majd a későbbi adásokat, hogy nyugodtan lehet a chatet használni, kérdezzetek bátran. Oké, és rendben van. Na, és akkor hát csapjunk is bele, mármint abban az értelemben mindenképp, hogy akkor nézzük meg ezt a kis felvezető prezentációt, hogy mit is gondolok én itt koncepció alatt, és hogyan is néz neki a dolog. Közben szavassa lesz. Jó, tehát hogyan is néz neki maga ez az egész programozós dolog, amit én itt szeretnék. Hát egyrészt nyáron, illetve majd ősszel is. Ugye itt egyrészt a Twitch-en meg a YouTube-on, hogyan is néz neki egy óra. Ugye alapvetően egy prezentációval indulnánk, ott lenne valami felvezetés. Ugye egyetemi ember vagyok, nyilván a prezentáció nekünk az alap szamárvezető, úgymond. Meg nyilván a könyv, de erről majd később beszélek. Jó, tehát lenne egy kis felvezetés, illetve az lenne tényleg így az egésznek ilyen szamárvezetője. Mondom ezt úgy, hogy a mai anyaghoz nem lesz prezentáció, mert nem volt időm csinálni, de a későbbiekben ígérem, hogy lesz. Jó, tehát közben programozunk, kipróbáljuk, ami elhangzott. Illetve nyilván konkrét példákat fogunk csinálni. Ugye az egésznek az a filozófiája, hogy a prezentáció semmit nem ér, szerintem konkrét példák, meg real life, tehát ilyen valós világ, valós életbeli példák nélkül. Úgyhogy lesznek mindig konkrét példák, igazából az lesz a fő sodorvonal. Ilyen programozás elméletet én nem akarok itt, mert
Hát nem szeretnék, jó, de lesz főleg majd ősszel azért ilyen bevezető is. Jó, és akkor nyilván minden ilyen résznél lesznek kötelező és gyakorló feladatok, ezeket elsősorban ilyen felvezető tutoriál szinten fogom elmondani. Tehát, hogy mit szeretnék ott látni, mit lenne jó ott látni, picit belekezdünk ezekbe a feladatokba, belekezdünk ezekbe a példákba, de meghagynám a lehetőséget arra, hogy ti magatok is csináljátok, ti magatok is hát gondolkodjatok, ha úgy tetszik, és nyilván ezeket a feladatokat úgy adnám ki, hogy én itt elkezdem, de ti fejezitek be. Jó, hogy nyilván ti is gyakoroljatok. Most ide azt írtam, hogy egy alkalom kb. 90-120 perc. Hát ez sok mindentől függ. Az élő az biztos, hogy hosszabb lesz, mint a YouTube-ra vágott, mert azért fogunk mit beszélgetni. De ami alap, hogy minimum 60 perc, de maximum 120 perc, jó? Ezt majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Egyelőre a terv az, hogy szerdán és pénteken lenne 10 órakor egy-egy adás, de hát ezt mindig mondom majd, hogy pontosan mikor. Lehet, hogy lesz változás, ősszel szinte biztosan lesz, mert nyilván igazodnom kell az órarendemhez, de egyelőre nyáron ez a terv, hogy szerda és péntek lenne 10-től egy ilyen, hát egy másfél-két órás adás. Majd ezt meglátjuk, hogy alakul. Jó, és akkor mi a tartalom? Hát első lépésben lenne egy ilyen haladó programozás C++-ban. Nyilván, ahogy az egész anyag fölépül, az nyilván a programozáson van a hangsúly, nem pedig a C++-on. Nyilván a programozás valahogy be kell mutatni, és majd ugye ősztől lesz bevezető programozás is, ahogy itt már láthatjátok. Ahhoz, hogy programozni tanuljunk, programoznunk kell. A programozáshoz meg kell egy programozási nyelv, és én a C++ preferálnám már bevezető szinten is. Nyilván ez megközelítés kérdése, valaki a Python preferálja, valaki a C-t, de nyilván a C az olyan, hogy két-három hétnél tovább mit lehet a C-ről mesélni. C++-ról bőségesen lehet mesélni, úgyhogy az ad elég sok muníciót arra, hogy a programozásról beszélgessünk. Jó? És akkor ugye haladó programozás lesz most a nyáron a téma. Lesznek bevezető témák, illetve fő témák, ezt majd mindjárt megnézzük a következő diákban, hogy konkrétan ez mit jelent. És össze lenne a bevezető programozás, ez már így félig meddig majd a reguláris képzéssel együtt menni, reguláris egyetemi képzéssel, ezt majd megbeszéljük mindjárt, ha odaérünk. Illetve lennének egyebek is, szerda és péntek délutánonként ilyen, hát, én kis grafika bevezetőt tervezek, ami eljut előbb-utóbb a ray tracingig, hát elég nagy falat, de majd meglátjuk, hogy hogyan haladunk, illetve lennének ilyen garázs projektek is, ilyen deepfake videók, meg ez a deep learninges super resolution, erről majd később beszélünk, ez most még előkészítési fázisban van erősen. Jó, na és akkor mi lenne ez a haladó C++ bevezető témák? Ez lenne ugye a nyári időszak. Hát most lenne egy ilyen konténerek és iterátorok, hát ma egyelőre csak az iterátor fogalmáig jutunk el. Ott látjátok, hogy tettem ilyen hivatkozást is, két könyvet fogunk használni. Mindjárt arról is beszélek, hogy mi ez a két könyv konkrétan. Ugye ilyen algoritmusok lennének, beszélgetnénk is lambda functionökről, névterek úgy mélyebben, szálak és folyamatok, kifejezések, illetve hát majd meglátjuk, ezt a számológépet megcsináljuk-e, szerintem megfogjuk, majd ha odaérünk, jó? Ezek lennének ilyen kicsi felvezető témák, hát ennek egy része, hát kicsit félig meddig lehet, hogy itt a nézőknek ismétlés lesz, azért prog egyen csinálgattunk már elég sok mindent ebből, de azért érdemes szerintem egy kicsit jobban belemélyedni. Mindjárt megmondom azt is, hogy miért ezeket a témákat választottam. Jó, de ez a felvezetés. Jó, és akkor a fő téma pedig ennek a könyvnek a part 3 lenne. Ez összesen 13 fejezet, és akkor itt látjuk, hogy ilyen osztályok, bevezető, konstruktorok, cleanup, copy, move, ezeket prog egyen azért tanulgattuk.
meg részben már Blackfrogon is volt róla szó, hogy ezek az operátor túlterhelés, annak ilyen a speciális operátorok túlterhelése, hogy működik, és akkor lenne ilyen öröklődésről egy kis anyag, meg ilyen osztályhierarchiák, templétek, generikus programozás. Ez is volt Prog 1-en, de azért átnézzük ezt még egy soron, hogy meglegyen. Illetve a templétek és a öröklődésnek a kapcsolata, erről is volt egy kicsit szó. Ugye ott az osztályokról nem nagyon lehet beszélni Prog 1-en, mert nem része a tananyagnak, érintőlegesen azért volt róla szó. Jó, és akkor eljutunk majd a ilyen metaprogrammingig, de ezt majd látjuk, hogy pontosan mit is jelent. Oké is. És ezen felül még lennének szemelvények, hát ezeket majd meglátjuk, ezekből csak csipegetnék ennek a két könyvnek egy-egy ilyen nagyobb részéből, majd meglátjuk, hogy pontosan ez hogyan fog. Ugye itt főleg az STL-ről lenne majd szó, ez a Standard Template Library-ről. Hát onnan majd fogok csipegetni pár olyan érdekesebb dolgot, amit hasznos lenne, de ez majd a vége fele mindenképp. Jó, és amit itt a grafika kapcsán majd fogunk, ez a bevezetőkönyvben van ilyen, hát grafikus osztályok, meg ilyen display modell, meg GUI, meg ilyesmiről pár fejezet, azokat megnézegetjük. Hát mondhatnám, hogy én grafika felvezetőnek, de az is inkább programozás. Ez a bevezetőkönyv így vezeti föl tulajdonképpen az osztályokat, meg az osztályhierarchiát, öröklődést, meg ilyesmiket. Meglátjuk majd, ha odaérünk. Oké is. Na, és mi lesz a bevezető, ami ősszel lesz, mert eddig ugye a nyárról beszéltünk. Ugye a bevezető az, hát részben már a Debreceni Egyetem Informatikai Kar bevezetés a programozásba, tehát kiegészítéseként zajlana. Hát az, hogy a pontos keretek hogy lesznek, azt még most nem tudom megmondani. A terv az, hogy egy ilyen kötelező kiegészítő anyag legyen, mint mondjuk egy kötelező olvasmány. Jó, na most nyilván itt azt nem mondhatom, hogy ez az előadás része a tananyagnak, mert annak a tárgynak nincs előadás része. Jó. Én úgy mondanám, hogy megkönnyítené nagyban a dolgomat az, aki esetleg nézők közül itt van és emlékszik a BEF-progra, hogy úgy indul a BEF-prog, hogy van egy ilyen kis prezentáció, ami mondjuk hát az óra felét elviszi. És nyilván azt a prezentációt, hát nem úgy egy az egybe, hanem részben azt a prezentációt példákkal feldolgozva egy fejezetet megcsinálnánk itt órán, már itt Twitch-en, és ez teret adna arra, hogy több dologról tudjunk beszélni órán, konkrétan laborokon. Egész egyszerűen azért, mert olyan nagy a tananyag, mármint nem úgy értve, hogy a hivatalos tananyag, hanem ez a programozás tananyag, ez olyan nagy, hogy nem biztos, hogy azzal kéne kezdeni minden órát, hogy egy 50 perces prezentációt lenyomok, amikor le lehetne azt nyomni itt is, Twitch-en, meg feldolgozni egy fejezetet, meg átbeszélni. Ez lenne az egyik indítatása a dolognak, a másik indítatása pedig az lenne, hogy jó lenne a tavaszi oktatási formákat egy picit átimplementálni a valóságba is. Ugye nyilván az, hogy tavasszal Twitch-en tartottuk az órákat, az azért, mert muszáj volt. Nem volt nagyon más lehetőség, mármint hogy technikailag nyilván lehetett volna más lehetőség, mert a Teams-től kezdve a sok más egyéb, tehát nem lehetett fizikailag órát tartani. És jó lenne átvinni ilyen best practice-ként bizonyos dolgokat a valós világba is, kicsit léptetni előre az oktatási folyamatokat, az oktatási formákat, hogy ugye, tehát úgy belépni a 21. századba, de ezt csak nagyon halkan mondom, mert nem akarom nagyon, hogy ebből probléma legyen. A lényeg az, hogy jó lenne egy ilyen hibrid megközelítést alkalmazni az órákra, tehát lenne egy kis videóanyag, amit akár itt Twitch-en együtt megnézünk, majd az akkori BEF-prog hallgatókkal, meg nyilván azokkal, akiket érdekel. Azért én úgy gondolom, hogy egy ilyen jó, átfogó, masszív
bevezető programozóanyag sokakat érdekelhet, főleg itt hát mondjuk úgy, hogy a válság kapcsán ez elő is jöhet akár egy ilyen dolognak, de nem akarok ilyen messzire menni. Nyilván aki hozzánk jelentkezik egyetemre és nálunk tanulja a programozást, annak szerintem mindenképp jó jöhet, de akárkinek. Ugye Twitchnek tényleg ez a jó, hogy ebbe a tanteremben nagyon sokan beférünk. Jó, tehát tényleg nagyon-nagyon sokan beférünk. Bárki, aki szeretne, az itt figyelemmel kísérheti a dolgokat. Jó, és akkor, hogy ott miről lesz szó? Hát nyilván a BevProg azért köt, ott van egy tananyag, amit el kell mondani. Nyilván ez sok mindenből áll, ott van ilyen hivatalos tananyag, de ezt lehet bővíteni is igazából. És akkor ott látjuk, hogy itt már a dián jelzem, hogy lenne az alap BevProg, nyilván ez menne, illetve kicsit kiegészítenék két újabb fejezettel, de ezt majd meglátjuk. Szerintem a tananyagba belefér, illetve hát fogalmazzunk úgy, hogy a hallgatókra is ráfér, de ugye nyilván szoktuk mondani azt, hogy legalábbis én azt vallom, hogy ugye van a hivatalos tananyag, ugye a hivatalos tananyag az vizsgálni hivatalos tananyag, mit kérdezhetünk vizsgán, de hogyha azon felül elmondunk pár dolgot, azzal nem ártunk senkinek. Jó? Tehát nyilván ez azért látszik. Jó, tehát ez lenne ugye BevProgon, és nyilván emellett azért futna a haladó programozás is, de ezt majd meglátjuk, mert azért elindul a fél év, nekem is azért kicsit máshogy lesz idő, mint egyébként. Oké is. Jó, és akkor ugyanúgy lenne ez is, hogy lenne egy prezentáció, és akkor amellett csinálnánk a programokat, feldolgoznánk ezeket a fejezeteket, és ha emlékeztek, ott vannak ilyen kis drillek, mindjárt majd mutatok is, már nem fizikailag, de mutatok majd egy-két ilyen kis példát, meg vannak gyakorló feladatok is, azokból is csinálgatnánk, hát nyilván, ahogy mondtam ugye a haladó programozásnál is, hogy nem mindent, hanem én csak itt ilyen felvezetésként elmondom, hogy mit kellene csinálni, picit belekezdünk, de azt meghagynám a hallgatóknak, főleg BevProgon ott ugye a drilleket nyilván kötelező is lesz csinálni, de az már egy másik tészta lesz. Oké is. Na és akkor mi a cél? A cél az, hogy ezt a két könyvet teljes mértékben lefedjük ilyen videós tutoriálokkal. Hát azért látjuk, hogy ez a kezén nagy falat. Nagy falat. Jó, az első az a bevezető könyv. Hát nekem itt is van, meg is tudom mutatni, hogyha sikerül. Jó, tehát ez a bevezető könyv. Jó, hát ez azért látjuk, hogy ez is elég masszív. Valami 1000, mit tudom én, 200 oldal, vagy valami ilyesmi. Jó, ez a bevezető tankönyv. Oké is. Illetve a másik pedig a C++, ugye? Ez a C++ könyv. Hát ez se sokkal rövidebb. Ez is olyan 1200-1300 oldal körül van. Ez a két könyvet kéne nekünk most itt lefedni. Jó? Hát így idén, tehát olyan december közepéig. Jó? Nagyon fontos, hogy ez tankönyv. Ez tényleg tankönyv, ugye a bevezető programozás, viszont ez már nem tankönyv, tehát ez már szakkönyv. Jó? A kettő között az a különbség, ugye a tankönyv azért az elég jó szájbarágós, a szakkönyv pedig, hát az már az inkább szakembereknek készült. Jó? Tehát az már egy kicsit más. Jó, tehát és ez lenne a cél, hogy ezt a két könyvet lefedjük. Mind a kettő angol nyelven van. Hát, nem azt mondom, hogy vegyétek meg, mert én ilyet nem mondok, de szerintem érdemes megvenni, érdemes beszerezni, mert szerintem két nagyon jó könyv, meg egy darabig azért még úgy látszik, hogy ez azért aktuális lesz, tehát én azért emlékszem, hogy vettem olyan könyvet, Java könyv, így van, Java könyvet, ami hát nem is tudom, mikor vettem olyan 7-8 éve, mondjuk. Most az egy, ugye ilyen kétkötetes, magyar, nem akarom mondani, hogy ki írta meg ilyesmi, mert nem akarom bántani, mert nyilván nem az ő hibája, hogy elavult már. Hát az első kötetet szerintem kölcsönadtam egy kollégámnak olyan, hát 5-6-7 éve, hát olyan 5 mondjuk, azóta se láttam.
ma a könyvet, mondjuk a kollégát se nagyon. A másik pedig itt van nekem, hát azon van a LED lámpa. Mert amúgy a rövid a szára, hogy nem férne be a... Na mindegy. Majd megmutatom egyszer, majd kiteszek egy fotót. Jó? Tehát nem akarom bántani a programozás könyveket, mert tényleg jó. A Jávánál tényleg ciki, mert elavult. Az az igazság, olyan sok minden történt azóta. Azért a C++ meg a ez a bevezető C++ könyv, ez még egy darabig biztos aktuális lesz. Jó. Egyik sincs magyarul. Ennek a harmadik kiadása van magyarul, de azt én nem javaslom használni, mert hát pontosabban nincs azzal a gond, csak azóta volt egy-két változás, ugye bejött a C++ 11, érdemes most már ezt olvasgatni, meg ezt forgatni. Jó. Meg ugye itt a magyar-angol nyelv kapcsán, ezt mindig kiemelem most is, nem feltétlenül kéne erről most beszélni, de ugye aki meg akar tanulni magas szinten programozni, és ott most ne így jöjjtsetek, hogy magas szintű programozási nyelvben, nem erről van szó, hanem tényleg komolyan szeretne programozni, annak meg kell tanulni angolul, nincs mese. Nyilván itt nem ilyen irodalmi nyelven kell, tehát nem az kell, hogy most Shakespeare-t értse, meg fordítsa, meg ilyesmi, hanem azt, ami ezen a nyelven, ezen az angol, egyszerű angol nyelven van írva. Ezek szakkönyvek, a sima jelenen kívül nem nagyon kell itt más tudni. Tehát tényleg olyan szinten meg kell tanulni angolul, hogy ezt a két könyvet értsük. Miért? Mert nyilván a dokumentációk, az egyéb dolgok mind-mind angolul vannak. Magyarul nem nagyon írunk dokumentációt, én nem nagyon találtam olyan library-t, aminek magyarul lenne a dokumentáció. Szerintem még az STL is angolul van, tehát a Standard Template Library. Nem nagyon van kérdés. Aki tényleg komoly szinten akar alkalmazás programozással foglalkozni, annak meg kell tanulnia angolul. Legalább ilyen szinten. Jó? Most az, hogy ez mennyi idő, fél év, egy év, mindegy, meg kell tanulni. Jó? És ez a két könyv az, hogy angolul olvasgatjuk, angolul forgatjuk, ez egy remek alkalom. Jó. Na, szóval tényleg ez lenne a cél, hogy ezt a két könyvet lefedjük. Ugye ez a bevezető könyv, ez tényleg ilyen bevezető programozás könyv. Ez vannak prezentációk is fönt online, már amikor elérhető a szerver, most éppen én nem tudtam elérni a napokba, mindegy igazából. Ebből a könyvből oktat maga Strawsup is, a Texas A&M University-n, illetve sok más egyéb egyetem átvette ezt a fajta megközelítést. Ott egy picit hosszabb egy fél év ugye Amerikába, azt hiszem 18 hét talán. De ebben most, ezzel most nem olyan érdekes. Meg kicsit magasabb óraszámba is van, ott heti 6 óra, ha jól emlékszem. De mindegy, a lényeg az, hogy ebből oktat, és nagyon sok amerikai egyetem oktat ebből, aki a bevezető programozást C++-ba csinálja. Jó? Tehát ez tényleg egy sokat használt könyv. Nyilván a másik ugye ez a C Programming Language, vagy a C++ Programming Language pedig egy nagyon komoly szakkönyv. Akivel én így alkalmazásfejlesztőkkel beszélgetek, ismerősök, kollégák, tényleg sok-sok éve azt mondják, hogy aki ezt a könyvet úgy érti, mert nyilván ezt könyvet nem tanulunk meg, aki az ebben leírtakat érti, azzal nagy gond nem lehet. Ó, tehát az fog magának állást találni, fog magának tényleg munkát találni a szakmában, és aki tényleg jól tudja alkalmazni az itt leírtakat, azok komoly programozók lesznek. Jó? Ezért ezt a két könyvet gondolom. Nyilván lehetne ezer más megközelítést használni, lehetne ezer más könyvet használni, tényleg nagyon-nagyon sok könyv van, ilyen bevezető programozástól kezdve a komoly magas szintű programozásig, más nyelveken, Python, C, tényleg lehetne sorolni. Én ezt a két könyvet választottam, mert nekem ez a két könyv a kedvencem, úgymond így programozásban. Ez az egyik, másik meg C++-ba programozunk, kézenfekvő, hogy ezeket használjuk. Nagyon fontos itt a streamek meg a vodok kapcsán, hogy a legtöbb forráskód, a legtöbb prezentáció, a legtöbb dolog, ami itt elhangzik, videók a videókban, az erre a két könyvre épül. Jó? Tehát ezt most tényleg ki akarom hangsúlyozni, hogy,
hogy erre a két könyvre fog épülni a gyakorlatilag az egész folyamat, az egész adásfolyam, amit itt fölvázoltam ebbe a koncepcióba. Nyilván most mondhatnátok, hogy miért nem saját könyv, meg saját prezentációk, meg saját ötletek. Hát én erre még most nem nagyon vállalkoznék. Ugye hogy mondjam, saját könyvet, meg saját jegyzetet én nem szeretnék írni. Alapból ott kezdődik a dolog, hogy még most tanársegéd vagyok, még a PhD-m sincs meg. Bár jó úton haladok, ha minden igaz, ebbe a tanév, a jövő tanévben már meg lesz, tehát jövő nyárra már rendben lesz. Én azt a filozófiát vallom, hogy könyvet meg jegyzetet írjanak a professzorok, meg írjanak a vezető oktatók. Tanársegéd ne írjon még könyvet. Jó, de ez az én személyes álláspontom. A lényeg, hogy én nem vállalkoznék erre. Én amire vállalkozok, hogy úgymond ilyen viszonylag érthető konyha nyelven elmondanám azt ezekbe a videókba, amik ezekbe a könyvekbe koncepciók megjelennek, illetve itt közösen veletek Twitch-en, illetve aki YouTube-on néz a komment falon, beszélgetnénk róla, átrágnánk magunkat. Nyilván azért vagyunk ezen a platformon, mert itt könnyű kérdezni. Jó. Tehát itt könnyű kommunikálni. Illetve nyilván úgymond az egész világ becsatlakozhat, tehát tényleg ebbe a fajta tanteremben nagyon sokan beférünk. Jó? Úgyhogy tényleg még egyszer kihangsúlyoznám, hogy azok az anyagok, amik itt a csatornán, illetve a YouTube-on megjelennek, azok ebből a két könyvből táplálkoznak. Hogyha lesz olyan anyag, ami nem ebbe a könyvbe van, hanem másikba, azt majd akkor ott a helyszínen kiemelem. Maximum a C-könyvet fogjuk még használni, ez a klasszikus Kerniger Ricsi féle C-könyv, de majd ha odaérünk, akkor ezt külön jelzem. Jó. És akkor, hogy hol vagyunk elérhetőek? Ugye nyilván az órák itt lesznek Twitch-en, vágott archív lesz YouTube-on, itt a linkeket látjátok. Forráskódok és egyebek, hát valószínű prezentációk, de ezeket majd még kiagyalom, azok fönt lesznek GitHub-on. Jó. És akkor látjátok a GitHub-omnak is a címét. Ugye kérdéseket, infókat nyugodtan lehet nyomni a Discordra is. Itt van a Discord szerverre egy invite link, oda is nyugodtan be lehet csatlakozni, be lehet jönni, illetve egyéb infókat megtaláltok Twitteren is. Hát, főleg a menetrendek kapcsán ugye Discordra, illetve Twitterre mindig fogom írni, hogy mikor lesz stream és mi lesz a téma. Jó, hát itt nyilván gaming kapcsán is, mert fogunk azért itt a Twitch-en játszani is szoktunk, aki esetleg látja a videókat, az már tudja, hogy azért szokott itt lenni játék is. Hát főleg mostanában single player, de most már lesz multiplayer is, és akkor nézőkkel, illetve főleg hallgatókkal. Hát majd lehet, hogy elindul a BevProg, akkor jobb hallgatókat kiválogatjuk, és akkor velük is majd ilyen jutalomjáték lesz. Hát már amennyiben jutalomjáték velem játszani, de na mindegy, menjünk tovább. A lényeg, hogy infókat Twitteren, illetve Discordon találtok, hogy mikor és hogy lesznek streamek. Jó. Ezeket a linkeket egyébként megtaláljátok itt Twitch-en a About-ba. Hát most mutatnám, hogy itt a videó alatt, de már most változott talán a dolog, már nem ott alatta van, hanem valahol máshol találjátok, illetve YouTube-on is megtaláljátok ezeket a linkeket. Jó. Na hát ennyi lett volna ez a felvezető kis prezentáció. És akkor mindjárt át is térünk a mai anyagra. Viszont akkor látom, itt azért már gyülekezünk, sziasztok! Hát igen, se lesz ez a tanuljunk meg a C++ programozási nyelvet 24 óra alatt. Hát igen, vannak ilyen könyvek. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy hát hogy fogalmazzak? Aki ezt mondja, az hazudik. Hát próbáltam finoman fogalmazni. Hát ennél finomabban nem nagyon tudok. Ugye aki azt mondja, hogy valami nehezet tanuljunk meg nagyon gyorsan, és tehát tanuljunk meg könnyen és gyorsan programozni, tehát ilyen nincs. Ugye az alap dolog az, hogy a tanulás az egy hosszú és nehéz folyamat. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy hosszú és nehéz folyamat. Teljesen mindegy, mit tanulunk, ha programozni tanulunk, ha tudom én, orvosnak tanulunk,
vagy mit tudom én, bármi, pilótaképzés, akármi, mind-mind hosszú és nehéz folyamat. Ugye a programozás egyébként is alapban is egy nehéz dolog, de mindegy, mert ha valamit komolyan magas szinten csinálunk, az mindig nehéz. Bármiről is legyen szó. Most valamit megtanulni, meg még nehezebb. Úgyhogy én nem is szeretem ezeket a könyveket se, meg tényleg ilyen videók is vannak, ilyen tutoriálok, hogy tanuljuk meg a mit tudom én, mit ebbe a 8 perces videóba. Hát itt 8 perces videók nem lesznek, ez biztos. Hát legalábbis valószínűleg nem. Hogyha lesz az, akkor valami nagyon egyszerű kis valami lesz. Tehát nyilván nem, tehát nem lehet megtanulni programozni 24 óra alatt. Jó, ez nagyon fontos. 24 hét alatt se, de még a 24 hónap is olyan, hogy valakinek kell, tehát sok idő kell. Mert sok idő kell, jó? Úgyhogy szálljuk rá az időt, és ne csüggedjünk, hogyha egy hónap múlva nem leszünk pro programozók, benne van a pakliban. Jó? Tehát nyilván ez egy ilyen dolog. Jó? Tényleg nem szeretem az ilyen videókat, mert akkor tehát félrevezető, a hallgatóknak sokszor a kedvét szegi, a jó, hát vannak ilyen könyvek, hogy 24 óra alatt meg lehet tanulni, én meg még már eltelt 2 hónap, és még mindig fogalmam sincs, hogy hol vagyok, hogy merre vagyok arccal. Nagyon félrevezetőek ezek a dolgok, ezért nem szeretem őket. Kezdjük el most már tényleg a mai anyagot. Nem fogunk teljesen a végére érni, hanem tényleg csak egyrészt beszélgetni fogunk róla, tehát elkezdjük felvezetni ezeket az iterátorokat, és rápillantva az órára már biztos vagyok benne, hogy pénteken fogjuk folytatni, ott akkor meg is csinálunk egy konkrét példát, de erről majd az óra végén akkor beszélünk. Jó. Na és akkor arról lenne ma szó, hogy ahogy a címben is látjátok, hogy iterátorok. Mi is ez az iterátor, meg mire is használjuk, egy nagyon bevezető rész lenne, és ez a bevezető rész egyébként a bevezető könyvnek a 20. fejezetére épül. Hát itt most nem akarom nektek fölvillantani, mert a PDF-et nem illik mutogatni, de a lényeg, hogy a könyvbe megtaláljátok, ugye itt van ez az a bevezető könyv, ebbe megtaláljátok a chapter 20 tulajdonképpen, amit most elkezdünk átbeszélni, és annak egy ilyen felvezetését fogjuk most megadni. Jó. Na és akkor mit is akarunk az iterátorokkal, meg mire is jók? Ugye valahol ott kezdődne a koncepció, ugye ígértem, hogy lesznek prezentációk. Mai órára nem volt időm prezentációkat csinálni, hát sorry, úgyhogy így szóba fogom csak tényleg alapokon, tehát ilyen alapozó szinten fölvezetni. Ugye van valamilyen adatsorunk. Ugye nyilván a legtöbb ilyen, főleg data science, de akármilyen dolog valamilyen adatsorokra épül. Nyilván itt most nem data science-ezni fogunk, félre ne értsetek. Csak mondjuk tegyük fel, hogy vannak hőmérsékletadataink, vagy sebességadataink, vagy valamilyen akármilyen adatunk, és ebből van sok, mit tudom, van 10.000 hőmérséklet adatunk, akár ilyen idősor jelleggel, vagy van 10.000 sebesség adatunk, mit tudom, valaki kiállt sebességet mérni, ugye rendőrök, vagy mit tudom én kicsoda, és ugye ezeket az adatokon akarunk valamilyen ilyen feldolgozást eszközölni, valamit számolni akarunk, vagy maximum, minimum, vagy átlag, hát mondjuk a sebességnél még az átlagnak van értelme, hogy a hőmérsékletnél már nem annyira, de valamit akarunk számolni. És ugye ahhoz, hogy valamit tudjunk számolni, ezeken az adatsorokon végig kell mennünk, főleg, hogyha mondjuk ilyen maximumot, vagy de mindegy, bármit akarunk számolni, akkor végig kell mennünk a teljes adatsoron, vagy egy adatsornak a részén, valamilyen szűréseket akarunk csinálni, vagy valamit szeretnénk. Jó. És ugye, hogy hogyan megyünk végig egy ilyen adatsoron, ugye az, ami nem mindegy. Nyilván itt most előjöhetnek ilyen hatékonysági dolgok is, ezzel most még egyelőre nem akarok foglalkozni. De ugye ezen végig akarunk menni. És nyilván, hogyha különböző emberek gyűjtenek különböző féleképpen adatokat, nehogy Isten még különböző adatokat is bizonyos szempontból, akkor ugye nyilván ez sok esetben nehézkessé válhat. Mondok egy példát, mondjuk
Van egy nagyon egyszerű dolog, hogy ilyen hőmérséklet vagy hát hőmérséklet adatokat gyűjt, mondjuk valaki ezeket a hőmérséklet adatokat sima ilyen Doubletonbe fogja tárolni, valaki meg ilyen vektorba, ugye ez a standard vektorba. És akkor erre kezdjünk el írni egy kis egyszerű programot. Ugye, hát csak egy nagyon egyszerű megközelítésként, remélem jó látszódik, hogyha egyetleg kicsi a szöveg, akkor szóljatok, légy szíves, és akkor tudok rajta nagyítani egy kicsit. Jó, ezt mentsük is el ide rögtön, csak hogy lássuk. Hát ilyen nagyon egyszerű kis nevezékkel. Jó, tehát van valamilyen ilyen adatunk. Így van. Tehát az első megközelítés az, hogy mondjuk valaki ilyen Doubletonbe fogja nekünk gyűjteni ez az adatot, mondjuk legyen Jack. Mondom, a forráskodok ismerősek lehetnek, mert tényleg a könyv alapján haladunk. És akkor ezt az adatot eltároljuk egy ilyen tömbbe, hát látjuk ilyen double pointeres megközelítéssel. Hát most ilyen függvényszerűen fogom csinálni. Hát hogy legyen ez? Hát kérjük el az adatot Jacktől, tehát legyen ez a get from Jack. Ez fogja nekünk visszaadni azt az adatot, amit egyfajta képen gyűjtöttünk, tehát mondjuk egy ilyen double tömbbe. Jó. Na most, mivel double tömbről van szó, ezért vagy hát akármilyen tömbről, ezért annak a tömbnek a méretét mindig jó lenne nyilvántartani, ugye ez az amit beszéltünk itt C programozás kapcsán, hogy ugye a sima tömböknek az a hátrány, hogy külön nyilván kell tartani a méretét. Ezért csináljunk már azt, hogy itt átadjuk átadunk egy ilyen sima változót, hát ezt kiteszem nagyba, hogy jobban látszódjon, hogy átadunk egy ilyen sima integer változót, amiben majd eltároljuk azt, hogy mégis hány eleme van annak a adatsornak, amit Jack gyűjtött, ergo hány elem van ebbe a tömbbe. Jó? Ez ilyen adminisztratív dolog, ezt muszáj megtennünk. Jó. Na most ezzel párhuzamosan, tehát ez az egyik féle megközelítés a dolognak. Most legyen a másik féle, amit például az előbb is mondtam, hogy egy ilyen sima standard, tehát STL vektort fogunk készíteni. Így van, és ezt is pointerként fogjuk átadni. Majd mindjárt mondom, hogy miért. Nyilván nem lenne fontos, mert megtehetnénk azt ugye, hogy sima vektor, tehát nem egy pointer egy vektorra. És akkor ez pedig mondjuk legyen Jill. Itt ugye a méret már nem kell, mert ugye a vektorban benne van az aktuális méretét, mindig le tudjuk kérdezni. Jó? És akkor itt lesz nekünk ugye két adatsorunk, lesz egy ilyen sima double array, tehát ez a double tömb, illetve lesz egy vektor, ami, hát ugye tudjuk nagyon jól, hogy valahol belül ez is egy array, csak ez ugye ad rá nekünk egy ilyen plusz, ugye a standard névtérbeli vektor ad rá egy ilyen plusz layert, amivel kicsit könnyebb lesz menedzselnünk. Jó. Na, ami még ilyen adminisztratív dolog és fontos lekezelni, hogy mind Jack adatsora, mind Jill adatsora heap-en fog létrejönni, majd mindjárt ezeket a függvényeket megírjuk, és mivel a heap-en jön létre, ezért tudjuk nagyon jól, hogy amit a heap-en lefoglalunk memóriát, azt nekünk szépen föl is kell tudnunk szabadítani. Tehát egyrészt felszabadítjuk Jack adatsorát, másrészt pedig felszabadítjuk Jill adatsorát. Jó? Ugye ez egy, hát erről majd beszélünk, ez egy vektor lesz a heap-en, beszélünk majd róla, most így csináljuk. Jó. És a mainünk egyelőre ennyit csinálna.
Na, és akkor, hogy ez a két függvény mit csinál? Hát nyilván itt nagyon sok minden lehet. Ugye ez az, amivel elkérjük az adatot tulajdonképpen, vagy hát beolvassuk az adatot a memóriába. Ez mehet fájlból is, mehet mint a hálózatról, innen-onnan, amonnan. Hát mi most fájlokkal nem fogunk vacakolni, hanem egész egyszerűen azt fogjuk csinálni, hogy inicializálunk itt egy double array-t, illetve egy double vektort. Tehát ez a két függvény tulajdonképpen ezt fogja csinálni. Jó? És akkor írjuk is meg ezt a két nagyon egyszerű kis függvényt. Ugye a getFromJack függvény az egy double pointerrel fog visszatérni. És paraméterként kell neki adni egy integer pointert, tehát egy olyan mutatót, ami egy egészre fog mutatni. Így nyilván azért kell nekünk pointert átadni, hát mondjuk átadhatnánk referenciát is, mert ugye C++-ban vagyunk, de ugye azért adunk át pointert, mert írni akarunk majd ebbe a változóba. Oké, és akkor itt létrehozzuk szépen a heap-en azt a tömböt, amit majd föl fogunk tölteni értékekkel. És ahogy mondtam, a heap-en hozunk létre, hát legyen egy hat elemű töm, most tényleg csak egy nagyon egyszerű, és akkor itt ugye nyilván, hogyha fájlból olvasunk be sok-sok adatot, ez majd lehet, mit tudom én, 10.000 elem, 100.000 elem, akárhány elem, tényleg ez már akár sok is lehet, és egyelőre csináljunk hatot, nem kell túltolni. Jó, és egy nagyon egyszerű kis ciklussal töltsük fel ezt a tömböt. Hát ilyen magic konstansokkal, mindegy, most így szemléltetésként ez rendben lesz. És adjunk neki értéket, teljesen mindegy, mondjuk, hát 6x, teljesen mindegy tényleg. Jó, oké. És akkor ezzel föltöltöttük ezt a tömböt valamilyen értékekkel. Így van, és ha jól dolgoztunk, akkor hát eddig szerintem rendben is van. Jó, és mielőtt még visszatérnénk, ugye be kell nekünk állítani azt, hogy ugye 6 elemmel töltöttük föl. Tehát ugye ez a count, ez így akkor legyen a count értéke 6. Hát igen, hogyha referenciát adnánk át, akkor ez kicsit elegánsabb lenne, de most így csináljuk. Na, tehát itt jeleztük azt, hogy 6 darab értékünk van, hát nyilván ez itt muszáj, mert ugye nagyon low levelbe vagyunk ezzel a sima double tömbbel, tehát ezt az adminisztrációt meg kell tennünk. Jó. Oké, és akkor ez megvan, akkor egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy visszatérünk ezzel a tömbbel, pontosabban ennek a tömbnek a címével. Jó, szuper. Na hát eddig olyan sok érdekesség nem történt, de mondom, itt igazából ebbe a függvénybe tényleg megnyithatunk egy fájlt, és akkor abból a fájlból olvassuk be, vagy sok más egyéb megközelítés lehetséges. Most mi tényleg csak itt föltöltöttünk egy tömböt, egy hat elemű tömböt, szépen föltöltöttük. Jó, na menjünk is tovább, és akkor nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni Jill-nek az adatsorával. Ugye itt egy vektort kell majd nekünk, tehát egy sima standard STL-es vektort kell nekünk majd töltögetnünk, és egy olyan vektornak a memória címével kell visszatérnünk, ilyen autocomplete gyönyörei. Jó, de nem karakter lesz, hanem double. És egy double pointerrel fog ez a függvény nekünk visszatérni. Jó, itt paramétert nem kell átadnunk. Okés. Na és akkor nyilván most jön az a rész. Elnézést kérek. Hát jön majd a nyári időszak. Allergia szezon. Külön izgalmas lesz. Jó, tehát ugye itt kell nekünk föltöltenünk Jill-nek a vektorát.
mert mondjuk Jill vektorban használja az adatait. Úgyhogy akkor hozzunk is létre a foglaljunk memóriát a heap-en egy vektornak. Így van. Ez legyen Jill vektora. És ahogy mondom, nem a legjobb megközelítés ez így. Nem is így szoktuk igazából ezt csinálni. Fölösleges magát a vektort is a heap-en létrehozni. Ugye ilyenkor az van, hogy lehet, hogy majd rajzolgatok egy picit, bár nem feltétlenül tartozik ide, de majd mindjárt beszélünk erről, hogy ugye alapvetően a vektor mint konténer, az adat részét eleve a heap-en hozza létre. Jó? Tehát a vektoron belül valahol egy sima array van, hát az, hogy milyen array, az attól függ, hogy hogyan példányosítjuk. Double array, int array, akármilyen array, az egyébként is a heap-en jön létre. Na most, hogyha így példányosítjuk a vektort, tehát az egészet a heap-en, akkor minden adattagja a heap-en fog létrejönni, tehát értsd a méretétől kezdve sok minden más. Nem így szoktuk, mert nem feltétlenül van ennek értelme, most csak a szemléltetés kedvéért, mert miért is ne. Na, és akkor ebbe is táruljunk el adatokat. Hát itt ezt most sokféleképpen csinálhatnánk, megint segítségül hívhatnánk egy for ciklust, vagy akármit. Hát én itt most egy ilyen nagyon fatengelyes módszert fogok alkalmazni, ugyanis simán csak így ezzel a inicializáló listás megoldással adok neki értéket. Hát nyilván nem kezdő értéket, mert ugye nem konstruktorba vagyunk, de itt fogok neki most csak simán értéket adni. Hát nem elegáns, de most így legalább ilyet is látunk, hogy így is lehet. Jó. Egyébként ezt simán lehetne úgy, hogy most csak így zárójelbe írom ide, hogy ezt itt létrehozzuk simán lokálisan, és akkor ezt az inicializáló listát tesszük így ide. Jó, tehát nyilván ezt is lehetne, és ezt is simán lehetne return-ölni. Jó, és hogyha ugye azt mondjuk, hogy return Jill vector, akkor ugye itt nyilván a mozgató konstruktora hívódna, amikor itt létrehozzuk ezt a példányt. Jó, nyilván akkor ez itt nem pointer, meg nem pointert adunk vissza, ez így sokkal elegánsabb is lenne, de most ettől eltekintünk. Hát esetleg itt hagyom kommentbe, jó, hogy lássunk ilyet is, de mondom, most ez így nyilván egyszerűbb lenne, meg jobban is néz ki, de most így a heap-en hozzuk ezt is létre. Jó, na, hát elvileg rendben is vagyunk. Legalábbis remélem, hogy eddig nem követtünk el hibákat. És akkor itt ugye annyit tudunk csinálni, hogy ezt itt szépen be tudjuk járni. Szerintem érdemes is lenne ezt itt most kipróbálni, hogy csak hogy lássuk, hogy tényleg föltöltődnek ezek a vektorok, illetve meg is vannak. Hogy akkor járjuk már be ezeket. És csináljunk annyit, hogy csináljunk már tényleg annyit, hogy kiírjuk, hogy ezekbe a vektorokba benne vannak-e a számok, amiket adtunk. Jó, ugye először Jack adatsorát írjuk ki, nyilván nullától megyünk addig, amíg Jacknek van adata. És akkor egyszerűen csak kiírjuk a standard outputra. Hoppá. Hát ez a sima kiírás, semmi különös. Esetleg annyit még ide beteszünk. Ilyen klasszik nyomkövetés kapcsán, hogy ez Jack adatsora lesz.
is. És akkor nagyjából ugyanezt meg kéne csinálnunk itt Jill adatsorára is. Egyrészt átírjuk a hiba követést, másrészt meg hát itt ugye tudunk egy kicsit javítani a helyzeten. Mert ezt ne így csináljuk, mert van erre egy sokkal elegánsabb megoldás is. Mégpedig, ha egy ilyen for each ciklussal megyünk rajta végig. Akkor így simán csak a v-t kell nekünk kiírni. Legalábbis reméljük. Jó, hát lehet, hogy majd egy kis formázást kell neki adni, meglátjuk. Meglátjuk. Reméljük jól dolgoztunk, úgyhogy akkor fordítsuk is le. Jó, hát hibákat kapunk. Oké, és egyrészt, ugye hiányoznak include-ok. Az biztos. Ugye egyrészt kell a vektor, mert használjuk a vektort. Másrészt kell a IOStream, mert használjuk a kimenetet. Így van. Jó, tehát azok biztos kellenek. Jó. Na lássuk, hogy mennyiben fogyott le a hiba kimenetünk. Aha, már csak egy van. Intet akar double csillagra. Hát ilyet ne csináljunk, mert itt az i-edik elem kell. Ó, ez nagyon fontos. És akkor szerintem ez így már jó is lesz. Nézzünk rá, ott lemaradt az index. Jó, ez így már jónak tűnik. És akkor nézzük meg, hogy működik is. Így van, működik. Jó. Hát itt kiírja Jack adatsorát, ugye ez a 6x i, szuper, illetve itt kiírja Jill adatsorát, az is rendben van. Jó. Na hát eddig jók vagyunk. Oké is. Köszi para, hogy szólsz, hogy hidratáljak, hidratálok is. Na. Oké is, jó. Na hát itt látjuk rögtön, hogy ugye egyrészt ugye két különböző megközelítést használtunk ide, hogy hogyan adjunk értékül. Hát nyilván ezt a fajtát használtuk volna ide erre a double tömbre is, mindegy igazából. Ugye, de itt látjuk, hogy már a kiírásban különbözünk. Tehát itt egy ilyen for ciklussal megyünk, itt meg így for each ciklussal. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez a for each ciklus már itt iterátort használ, de majd ha hamarosan, ha odaérünk, akkor erről fogunk beszélni. Jó. Na most, csináljunk valami kis feldolgozást ebbe a dologba, mert ugye egyelőre csak tényleg kiírásban vagyunk, tehát hogy tényleg csak bejártuk a tömböt, kiírtuk az összes elemét. Na mondjuk csináljunk egy olyat, hogy kiíratjuk mindkét adatsornak a legnagyobb elemeit, tehát külön-külön egy-egy számot, hogy a legnagyobb elemeket kiírja. Na most, mit kell ehhez tennünk? Ugye egyrészt, hát nyilván kell egy ilyen, hát ideiglenes változó, temp változó, mondjuk ez nem kéne, de mindegy most csinálunk. És egyrészt kell nekünk két, egy-egy pointer, ugye Jack legmagasabb értékére mutató, illetve kell egy másik mutató, ami Jill legmagasabb értékű adatára mutat. Jó? Tehát legyen egy-egy ilyen pointerünk. Oké, és akkor, ha végig gondoljuk, mit kell csinálni, szépen végigmegyünk az adatsoron, és akkor ebbe a temp változóba mindig eltároljuk a legnagyobbnak az értékét, és ugye ráállítunk egy pointert. Jó, tehát tulajdonképpen ennyit kell csinálnunk. Na és akkor hát csináljuk is ezt így meg. Ugye itt mindig az van, hogy
ugye jack countjáig kell menni. Mondom, ez az ilyen C szintű tömböknél ez sajnos így működik, hogy külön ezt adminisztrálnunk kell. És ugye menjünk szépen egyesével, és csináljuk azt, hogy ez a H kisebb, mint ugye Jack, hogy is van, tehát a Jack data ijedik eleme, akkor ugye azt kell tennünk, hogy nyilván eltároljuk a címet, tehát ráállítjuk ezt a pointert arra az ijedik elemre. Yeah. Így van. Tehát, hogyha ez a elem, ami éppen vagyunk, nagyobb, mint ugye a H, így itt mínusz egyet választottunk, hát nyilván ilyen hőmérsékletnél már problémás lehet, ugye a mínusz egy, mondjuk ha Kelvinbe vagyunk, akkor még oké is. Sebességnél rendben van, negatív sebesség nincsen, elvileg. De bizonyos esetekben ez már nem lesz jó, de mindjárt majd hamarosan nézünk egy olyat, ami nem használja ilyen segédváltozót. Jó? Tehát ráállítjuk az aktuálisnak a címét, illetve ezt a H-t is beállítjuk a JackData ijedik elemére, mert nyilván akkor ki kell cserélni. Jó. És akkor ezzel elvileg meg is volnánk, csak ilyen nagyon egyszerűen, hogyha minden igaz. Ezzel végig is nyálasztuk Jacket. Így van, Veori, majd az lesz, csak kicsit türelmet. Jó. Úgy lesz. Jó, rendben van. Na, és akkor ugye ez eddig megvan, hát sokan használják ezt a megközelítést, ilyen segédváltozó, ez az amaz. Mindjárt nézzünk jobbat, ahogy Veori is itt sugalja nekünk, hogy a töm nulladik eleme legyen a kezdő. Jó. Na, rendben van. Akkor ezzel végigmentünk Jacknek a adat során. Ugye itt eltároltuk a legnagyobb elemet, illetve hát nyilván az értéket ebbe a temp változóba, de ezt nem fogjuk használni, mert majd ezzel fogunk dolgozni. Jó, de csináljuk meg ugyanezt J-re is. Először is visszaállítjuk ugye az átmeneti változót, majd szépen végigmegyünk az ő vektorán is. Ugye az a jó nekünk, hogy itt tudjuk használni ugye a vektornak a size tag függvényét, ami visszaadja nekünk, hogy éppen aktuálisan hány elem van használatban a vektorban, de ugye ezt így most nem használhatjuk, mert a JLData az egy pointer, de akkor a nyíllal hivatkozunk rá. Tehát itt szépen akkor végigmegyünk, és akkor nézzük, gyakorlatilag ugyanazt kell csinálnunk, hát ez lehet, hogy itt rettenetesen fog most így hirtelen kinézni. De hát igen, ez a gond ezzel, hogy a vektor pointerként van, de mindegy, legalább látunk ilyet. Ugye nyilván először ezt meg kell tennünk, mert akkor érjük el a vektornak a subscript operátorát. Tehát így tudjuk elérni a vektor elemeit, ha pointer. Hát nem szép, de most ez van. Jó, és akkor ugyanazt csináljuk tulajdonképpen, mint az előbb, hogy ugye ezt a pointert, ami a legnagyobb elemre fog mutatni, ezt ráállítjuk arra a címre, tehát a Jill High ijedik elemének a címére. Így van. Jó, tehát itt van nekünk ugye a Jill vektorának az ijedik eleme, és annak az elemnek a memória címe fog kelleni. Jó. Oké, és ezzel meg vagyunk, és még ugye itt az értéket is át kell nekünk állítani. Hát itt segítségű hívom
a kopipasztát, mert az mindig jól jön. És akkor ezzel elvileg meg is vagyunk, mert megvan a cím is, ugye itt a Jailhive-ban, illetve megvan az érték is, de ez csak ugye azért kell, hogy itt tudjuk adminisztrálni, hogy is állunk. Na, és akkor ezzel meg is volnánk, már csak ki kell írni. Tehát egyrészt kiírjuk Jailmaxot, másrészt ugye kiírjuk az értékét, ez pedig ugye a Jailhive lesz, ugye csillag Jailhive, mert ugye Jailhive pointer. Jó, és akkor ezután pedig kiírjuk Jacknek a max értékét, csillag Jack max, ugye? Így van, és az egészet bedobjuk új sorba. És reméljük, hogy jól dolgoztunk. Nézzük. Jó, kapunk pár hibát. Mutatom, ti is lássátok. Azt mondja, hogy hát nem Jack Max, hanem Jack High. Ez biztosan. És akkor még itt van egy hiba. Ugye a subscriptnél. Nem jailhive, hanem jaildata. Bocsánat. Mert az adat során megyünk végig. Igen. Jó. Na nézzük, hogy most jó-e. Így van, most már jó. Elnézést az elírásért. És akkor nézzük meg, hogy kiírja-e. Így van. Jó, hát itt kiírja jailmaxot. Az 2500, illetve jackmaxot, ami meg 30. Na, oké is. Rendben van. Jó, de itt is látjuk, hogy azért más a megközelítés. Nyilván itt simán a tömbbe vagyunk, ugye jack adatsora kapcsán, ugye jail adatsoránál már nyilván itt használnunk kell ugye a dereferencia operátort, hogy tudjuk, hogy el tudjuk érni a vektornak a subscript operátorát, és az majd ad egy, tehát más a megközelítés, ugye ez egy sima array, ez pedig egy vektor. Nyilván tudjuk azt, hogy belül valahol, hogy azért máshogy néz ki a dolog, mármint hogy ugyanúgy néz ki a dolog, mert a vektoron belül is egy tömb van, de máshogy kell használnunk ezeket az adatszerkezeteket. Oké is. Na, egy dolgot javíthatunk még ezen, ugye a Jail-féle adatfeldolgozáson, vagy hát bejáráson, ez pedig az, hogy bevezetjük a referenciát. Jó, tehát ahogy mondtam, itt is már lehetne hackelni azon, hogy magát a vektort adjuk vissza, és az ugye a mozgató konstruktorát fogja hívni a vektorosztálynak, tehát átmozgatjuk tulajdonképpen a hívási helyre, hát erősen idézőjelben a mozgatást, fura ez a move kifejezés, de hát ha így hívják, de csak hogy lássunk ilyet is, mi most azt fogjuk csinálni, hogy bevezetjük a referenciát erre a dologra, tehát egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy ez a vektor egy új név lesz Jail adatsorára. Jó, tehát tudunk ilyet is csinálni. Hát ezt nem ide írom, bocsánat, hanem ide, mert majd újra ki fogjuk írni az értékeket. Jó, tehát egész egyszerűen annyit csinálunk, hogy ugye dereferenciáljuk a Jail data pointert. Ha ezt megtesszük, akkor ez egy sima vektor lesz.
Jó, tehát az egy sima standard névtérbeli vektor. És ugye arra már tudunk állítani egy új referenciát. Ugye beszéltük, hogy a referencia az tulajdonképpen, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, egy új név ugyanarra az objektumra. Tehát a V az tulajdonképpen ugyanaz, mint a GLData pointer által mutatott vektor. Jó? Csak egy másik néven hivatkozunk rá. És ez egy kicsit azért leegyszerűsíti a helyzetünket. Ugye egyrészt azért, mert be tudjuk úgy járni ezt a vektort, hogy ugye nem V nil size-ot használunk, bár ez mondjuk tényleg csak ilyen nagyon, nagyon egyszerű dolog. Itt látjuk, hogy ugye a nil operátort kell használni, itt ugye a ponttal is már működik, mondjuk ez tényleg csak ilyen apróság. Viszont nagyban leegyszerűsödik az, hogy hogyan fogalmazzuk meg ezt a kis keresést. Bocsánat, nem V, hanem H. És akkor itt is azért a H-t azt visszaállítjuk. Jó? Tehát, hogy a H az kisebb legyen, mint a V i-edik eleme. Jó? És akkor itt már nem kell nekünk ez a mindenféle dereferenciálás, meg tudom én, ez valamelyest egyszerűsíti nekünk a dolgokat. Jó? És akkor innentől kezdve már tényleg itt ezt tudjuk használni, hogy a pointert is a V i-edik elemének a V i-edik elemére állítjuk, tehát a pointert a V i-edik eleme lesz. Egyrészt ez mindenképp. Másrészt meg ugye ez az értékadás is egyszerűsödik. Tényleg nem kell se dereferenciálnunk, se tehát egyszerűsödik a dolog, maradjunk annyiban, tényleg a dereferenciálással. Ugye miért lehet ez problémás? Mert ugye nyilván itt a zárójára figyelni kell, hogy van az ugye a precedencia szerint. Ugye ez meg ez nem ugyanazt jelenti. Jó, ez nagyon fontos, hogy teljesen más dolgot jelent. Jó, tehát itt egy kicsit egyszerűbb is. Alapvetően is ezért szoktunk referenciákat használni, már nem így ebbe a formába, hanem ugye itt, ahogy meséltem, hogy tényleg azért használunk így referenciákat, meg magát az objektumot, mert nagyon-nagyon leegyszerűsíti az objektumok használatát. Jó, na és akkor reméljük, hogy jól dolgoztunk, de azért nézzük meg, biztos, ami biztos, hogy a gmax, ugye itt most annyi változik, hogy jelezzük már azt, hogy ez itt már reference, így van, reference, jó. És akkor glmax ugye ugyanúgy marad glhigh, ugye jackmax meg ugyanúgy marad jackhigh, tehát ez nem változik. Csak ugye itt nyilván, ugye, hát ezek változni fognak, mármint hogy nyilván nem fog változni, de nézzük meg, hogy jól dolgoztunk-e. Oké, és hát ünnepi pillanat, a mai streambe először nem kaptam hibát, és akkor nézzük meg, hogy ugye a glmax meg a jackmax ugyanúgy, tehát nyilván a jackmax amúgy is, a glmax is ugyanaz, tehát jól dolgoztunk. Jó. Na, tehát látjuk, hogy ez már sokat egyszerűsített a dolgon, hogy referenciát használunk, és ez azért már nagyban hasonlít arra, amit itt ezzel a sima tömbbel csináltunk. Ugye ez azért lehetséges, mert ugye a vektorosztály azért ad nekünk muníciót. Ugye, aki emlékszik, hogy BevProgon hogy csináltuk a vektorosztályt, hogy itt ugye még ráadásul volt nekünk egy kis hibakezelésünk is, tehát ez a range error exception. Na most, ha jól emlékszem, a sima STL-beli vektor subscript operátora nem dob ilyen kivételt, mert ez ilyen kezeletlen, hanem ugye itt van neki ez a add függvény. Ezt tényleg csak így zárójelben mondom. Hogyan kéne ezt? Hát
Most csak így tényleg fölvillantom, mert nem olyan érdekes ez. Tehát van ez az eddfüggvény, és ez van hiba kezelve, legalábbis ha jól emlékszem. És ugye ebben nincs hiba kezelés. De amit befprogon csináltunk, ezt ki is törlöm, abban ugye volt egy kis hiba kezelés, tehát ez egy viszonylag intelligens formája a dolognak. Tehát hogyha ezt itt megpróbálnám túlindexelni, vagy elrontom azt, hogy kisebb egyenlő, akkor itt jön rögtön nekünk ugye az exception. Jó. Tehát ennyivel is jobb ez a megközelítés, mint a sima örélyes. Jó. De azt látjuk, hogy ez már azért hasonlít a vektoros feldolgozásra. Tehát nagyban egyszerűsödik ez a dolog, hogyha a referenciát használunk. Oké. Na. Viszont ugye, hát miért írnánk meg valamit kétszer? Ugye látjuk, hogy itt bejárjuk egyszer a tömböt, vagy hát a vektort, itt ugye bejárjuk egy másik alkalommal, itt meg ugye Jacknek az őréjét járjuk be, és igazából semmi különöset nem csinálunk, csak ugye pointereket léptetgetünk. És akkor most kezdünk majd szépen lassan áttérni arra, hogy mi is ez az iterátor, meg hogyan is működik. Ugye egyrészt látjuk azt, hogy gyakorlatilag itt is egyfajta pointert léptetünk, hogyha úgy tetszik. Ugye ezen a JackData tömbön. Az, hogy ugye hozzá is férünk, az már más kérdés, de ugye kvázi egy pointert léptetgetünk. Ugye itt is valami hasonló történik, csak ugye itt a dereferenciálás miatt ugye a subscript operátor az egy fokkal intelligensebb megoldás, de tulajdonképpen itt is valami ilyesmi történik, hogy ott belül egy öréjen megyünk végig. És ugye, hát itt meg ugye megint csak, ugye itt meg már közvetlenül el is érjük ugye a V referencián keresztül ezt a vektort. Na, ugye beszéltük azt, meg hát ugye ez ilyen alap megközelítés dolog, hogyha valamit többször csinálunk egy programba, akkor ezt tegyük ki egy függvénybe. Mert miért is ne? Nem kell ötször megírni ezt a három sort, elég csak egyszer, mert tulajdonképpen ez a három sor, meg ez a három sor, meg ez a három sor lényegében ugyanazt csinálja. Úgyhogy akkor vezessük be erre a hi nevű függvényt. Na most, hogyan is kéne ezt használni? Hát ugye megint az kéne, hogy kapjunk egy pointert. Ugye itt van nekünk ez a Jack High meg a Jill High, tehát kérjünk el egy pointert ettől a High függvénytől. Tehát mondjuk legyen valami ilyesmi, hogy a Jack High-ba adja vissza a legmagasabb értékű elemre mutató pointert a függvény. Tehát legyen ez a High függvény. És hogyan írjuk meg ezt a High függvényt? Hát kezdetbe írjuk meg úgy, hogy pointereket adunk át. Jó? És milyen pointereket adunk át? Hát adjuk át a tömbünknek a kezdő elemét, illetve adjuk át a tömbünknek az utolsó elemére mutató pointert. Miért? Mert majd az iterátorok így fognak működni. De akkor nézzük is. Ugye egyrészt adjuk át a JackData-t, ugye beszéltük azt, hogy ez egy pointer, ugye öréjeknél ez alapban is így van, hogy ez egy pointer ugye a legelső elemre, ami ugye a nullás számú elem, meg adjuk át a JackData-t, de annak az utolsó elemét, azt pedig úgy tudjuk, hogy léptetjük a pointerünket, count darabot, mert hogy ennyi darab van ugye a tömbünkbe, és ez így az utolsó elemre fog nekünk mutatni. Hát valahogy így szeretnénk ezt használni. Illetve nézzük meg, hogy Jill-nél is hogyan néz neki ez a függvény. Jill-nél egyszerűbb dolgunk van, mert egyrészt át kell adnunk a... Hát használjunk a referenciát, ha már van nekünk ez a referencia. Akkor egyszerűbb lesz, hogyha használjuk a referenciát. Tehát ugye kell nekünk a legelső elemnek a címe, illetve kell nekünk az utolsó elem címe,
Az pedig a, úgy lesz, hogy a V0 plusz V size. Így van. És ennek kell nekünk a címe. Jó. Legalábbis reméljük, hogy jó lesz. Ugye, miért tud ez nekünk első körbe működni? Ugye, itt vagyunk ebbe a hájfüggvénybe. Hát, ugye ez egy double pointer lesz, illetve ez is egy double pointer lesz. Jó, ugye ha a jack datát léptetjük jack count-tal, akkor az is egy pointer lesz. Illetve double, konkrétan double pointer lesz. Illetve itt lesz nekünk, ugye ez a V nulladik elem, az ugye, ha jól emlékszem, a vektor az úgy működik, hogy egy referenciát ad vissza, legalábbis a subscript operátor. Tehát egy referenciát fog nekünk visszaadni erre a konkrét elemre. Na most nyilván az akkor maga az elem, hogyha annak elkérjük a címét, akkor ez egy pointer lesz arra az elemre. Tehát ugye megint jól dolgoztunk, mert akkor ez egy double típusú pointer lesz. Jó? Ugye nyilván, ha ezt a pointert csak léptetjük valamennyivel, akkor ez attól függetlenül ugyanúgy pointer marad. Úgyhogy jól dolgoztunk. Jó? Tehát itt akkor ez elvileg még működhet is. Meglátjuk. Aminek most következnie kell, az az, hogy meg kell írnunk nekünk ezt a függvényt. Jó? Tehát írjuk meg ezt a high függvényt. Hát írjuk ide main elé. Jó, tehát akkor nézzük, hogy ez egy pointert fog nekünk visszaadni, és akkor mit kér tőlünk? Hát egyrészt egy double pointert, ami a legelső elemre mutat, illetve egy double pointert, ami a legutolsó elemre mutat. Ó, tehát az első és az utolsó elemre. Jó. És akkor mit kell csinálnunk? Hát tulajdonképpen azt kell csinálnunk, amit az előbb is csináltunk. Hát, mondom, semmi különös. Egyrészt fölveszünk egy ilyen segédváltozót, majd megcsináljuk segédváltozó nélkül is, illetve kell nekünk ugye ez a pointer, amit majd vissza fogunk adni, tehát ami a legmagasabb értékű elemre fog mutatni. Jó. Na és akkor itt pedig szépen következik a bejárása a tulajdonképpen ennek a két tömnek. Ugye ezt pedig nyilván ilyen pointeresen fogjuk csinálni, hogy ugye lesz nekünk egy pointerünk, ami ugye kezdetbe a first, tehát a legelső elemre fog mutatni. Ugye egészen addig fogunk menni, amíg el nem értük az utolsó elemet, és szépen ezt a p pointert fogjuk itt léptetni, de így, csak hogy ne kövessünk el hibákat. Jó, tehát mit csinálunk itt? Ugye fölveszünk egy pointert, ami az első elemtől megy az utolsó elemig. Jó? Ez itt egy külön kis ilyen statement scope pointer. És akkor mit kell nekünk csinálni? Ugye egy alapvetően meg kell néznünk azt, hogy amire a p mutat, az nagyobb-e, mint a ideiglenes változónk, és hogyha nagyobb, ugye, ha nagyobb, akkor egész egyszerűen át kell állítanunk, hogy ugye ez a p pointer, tehát a high pointer ugyanarra mutasson, mint a p. Tehát nyilván arra az elemre, ami aktuálisan a legnagyobb, illetve nyilván itt az értéket is szépen átállítjuk. Így van. Így. Igen. Jó. Tehát tulajdonképpen ugyanazt csináljuk, mint az előbb, csak itt már pointerekkel fogunk lépegetni. Jó, tehát itt már konkrétan látjuk, hogy pointer lesz, de igazából, ahogy mondtam az imént is, ezek is itt tulajdonképpen pointerek, jó? Csak így nyilván itt hozzáférünk a konkrét értékhez a egyrészt ezzel a szögletes zárójeles tömbös jelöléssel, itt pedig ugye a subscript operátorral.
Jó, rendben van. Oké. És akkor itt más dolgunk nincs is. Elvileg. Csak vissza kell nekünk adnunk szépen ezt a pointert. Legalábbis remélhetőleg. Jó. És akkor itt a hívási helyen pedig szépen azt csináljuk, hogy újra kiírjuk ezeket az értékeket. Csak ez már ugye nem referencia lesz, hanem tehát nem a referenciának az eredménye, hanem ugye a függvénynek az eredménye. Jó, nézzük, hogy jól dolgoztunk-e. Ismét ünnepi pillanat, megint nincs hiba a kódban. Vagy hát lefordul, bocsánat. Oké, és akkor rendben is vagyunk, mert ez így szépen bejárja nekünk a... Jó, hát ugyanaz az értékeket kapjuk, tehát elvileg rendben vagyunk. Jó. Oké, és... Na. Jó, oké. Na, és akkor szépen itt már léptünk egyet közelebb, mert alapvetően az iterátorok is valahogy így működnek. Nyilván az elsőtől mennek az utolsó elemig, és akkor így szépen ilyen pointer léptetget végig az adott adatszerkezeten, tehát az adatsoron tulajdonképpen. Jó. Na, hogyan is nézünk ki még itt? Csak gyorsan rápillantok a szamár vezetőmre. Jó. Na, és akkor nyilván itt tudunk még pár ilyen extra dolgot csinálgatni. Ugye a pointerek azért sok lehetőséget adnak nekünk, hogy bizonyos dolgokat még itt hozzátegyünk a dologhoz. Ugye egyrészt meg tudjuk azt tenni, hogy nem a teljes tömbön megyünk végig, vagy hát a teljes adatszerkezeten, hanem csak bizonyos részén. Mondjuk csináljunk egy olyat, hát nyomok itt most egy ilyen copy-paste-et, hogy mondjuk nézzük meg azt, hogy a Jack, illetve Jill-nek a, tehát Jack adatsorának az első felének mi a legmagasabb értéke, illetve a második részének mi a legmagasabb értéke. És ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy állítsunk egy pointert a Jack adatsorának a közepére, Jack count per 2, és akkor ezt ugye úgy tudjuk megtenni, hogy így van, tehát hogy nem a végéig léptetjük, hanem csak a feléig. Jó, és akkor tudunk egy olyat csinálni itt, hát most kicsit nem teptolom G-t, hogy jobban látszódjunk, hogy egyrészt ez menjen Jack Middle-ig, és akkor ez már nem Jack High lesz, hanem mondjuk Jack First Half High, tehát az első felének a legmagasabb értéke. Igen, mert a legelső elemtől megy a középső elemig. És csináljunk egy olyat, hogy Jack Second Half High, tehát a második felének. És akkor itt pedig annyit csinálunk, hogy a közepétől megyünk, és akkor itt már hasonlóan az előzőhöz, ugye a Jack Data plusz Jack Countig, tehát a végéig. Jó, és akkor ez azt csinálja nekünk, hogy ugye ez végigmegy az első felén, ez pedig végigmegy a második felén, és akkor lesz egy-egy pointerünk mindkét félre, hogy ott adott félben melyik a nagyobb. Jó, csináljuk meg ugyanezt Jill-re is. Ott is nagyjából ez a dolgunk. Ezt ne felejtsük el, hogy deklaráció. Jó, tehát akkor nézzük meg itt, ugye
Ez itt geomidől lesz, és akkor ez itt, hát itt használjuk a referenciát, ha már van nekünk. Ugye ez itt a V0 címe, és azt léptetjük V-size per 2, opa, per 2-vel. Ugye jól dolgozunk. Jó, és akkor ez lesz Jill középső eleme. És akkor itt is szépen csináljuk meg, amit az előbb, hogy Jill first half high. És akkor itt átadjuk a egyrészt ezt a nulladik elemet, pontosabban a legelső elemre a címet, illetve adjuk át Jill middle-t. Tehát a középső elemére mutató pointert. És akkor ugyanezt megcsináljuk, csak a második félre. És akkor itt már a Jill middle-től megyünk a utolsó elemig, ami a V0 címe eltolva a V.size-al. Legalábbis reméljük. Jó, hát most itt akkor ezeket megint külön ki kell írni. Jó, akkor legyen egy ilyen, hogy ez már a felezős, és akkor kezdjük itt Jill first max-al, és itt pedig kell ugye akkor a Jill first half high egyrészt, oké, és akkor legyen itt a második fél, eléggé sziszifuszi ez a kiírás dolog, és tényleg könnyű benne hibát ejteni. Jó, ott akkor jöhet Jack. És Jacknek a második fele. És reméljük jól dolgoztunk. Próbáljuk ki, puding próbálja az evés. Oké, és eddig rendben van. Na és akkor nézzük, picit föntebb tudom, hogy látszódjon. Ugye, hogy milyen értékeket is adtunk. Ugye, nyilván itt, mondjuk a kimenetben is látszik. Ugye itt látjuk, hogy az első fele az ez, és annak a legnagyobb értéke 12, a másodiknak pedig 30. Jó, hát ez eddig rendben van. Akkor itt vagyunk Jill-nél. Jill-nek az első fele 2500, a második fele pedig 2000. Szuper, remek, remek, remek. Jó, jó, jó. Akkor ez elvileg jól működik. Na! Szuper, rendben vagyunk. Amit itt még gyorsan meg akarok mutatni, és akkor ezzel zárnánk a dolgot, az pedig az, hogy ezt át fogjuk most írni sablonosra. Jó? Tehát ezt a high függvényt. Ugye itt, ami talán gond lehet nekünk, sőt ez általában gond is, hogy tehát itt nekünk konkrét típusok vannak. Jó, szerencsére a C++ ad nekünk egy olyan lehetőséget, hogy ezt át tudjuk írni sablonosztályosra, viszont ez most én elmentem ezt egy új fájba, és ez már konkrétan egy iterátor lesz. Jó. Tehát azt kell csinálnunk, hogy ezt a high függvényt át kell nekünk írni, hogy akármilyen típusra működjön. Na, és akkor most ezt fogjuk csinálni. Ezt itt ki is kommentezem, hogy ez már nem fog kelleni.
hanem akkor azt csináljuk, hogy csinálunk egy ilyen template függvényt, és itt már ezzel a iterátorral fogjuk, tehát egy iterátor type name-et fogunk bevezetni. Egy iterátorral fogunk visszatérni, ami tulajdonképpen ugyanúgy egy pointer lesz, és akkor legyen egy ilyen iterátorunk az első elemre, illetve az utolsó elemre. Oké, és itt már az fog következni, amit Veori is nagyon okosan javasolt, hogy ez az iterátor az első elemre fog kezdetbe mutatni, tehát a high az első elem lesz, tehát a nulladik számú eleme lesz ennek a dolognak. Nyilván ezt is sokféleképpen lehetne csinálni, most ez tényleg csak ilyen tutoriál jelleggel csináljuk, és akkor ugyanaz fog történni, mint ami az előbb is történt. Tehát lesz nekünk ez a P iterátor, amivel szépen végigmegyünk az adat szerkezetünk, tömbünk, vektorunk, akármink elemén. Ugyanúgy, mint az előbb. És tényleg szó szerint ugyanazt fogjuk csinálni, hogyha ez a elem kisebb, mint amire éppen mutatunk, akkor szépen értékül adjuk neki. Hát, így van. Így van. Jó, tehát ha P nagyobb, mint az addigi legnagyobb, akkor ezt adjuk értékül. És egész egyszerűen csak térünk vissza a legmagasabb értékű elemmel. Még rápillantok, hogy jól dolgoztunk-e. Itt van nekünk, ez lesz az iterátorunk. És akkor ugye ez lehet már double pointer, int pointer, tényleg majdhogy nem akármilyen pointer. Csak tényleg ránézek még egyszer, hogy nehogy valami hiba kerüljön a gépezetbe. De jónak tűnik. Jó, mentsük el. Iterátor. Nem mentettem el az előbb. Ja, de itt van 0-1 iterátor, akkor ez már az. Jó, oké, bocsánat. Jó, elmentjük, és akkor nézzük, hogy működik-e. Oké, és elvileg működik, és akkor futtassuk is le. Ja, de nem azt fordítom, bocsánat. Igen. Ezt 0-2 iterátornak kellett volna, de így is jó. Jó, tehát akkor lefordul, és akkor nézzük, hogy működik-e. Működik, és hála az égnek, még ugyanazt is kapjuk. Így van, minden esetben. Ugye itt még a referenciát használjuk, ez még a lokális legmagasabb értékkereső, ez pedig már nekünk itt a template függvényben van. Jó, ez pedig itt a first half, second half. Jó, na, hát ez már kezd hasonlítani azokra az iterátorokra, amit amúgy a valóságban is használunk, tehát kezd már nagyon olyan lenni. Nyilván itt a templétezés azt a lehetőséget adja nekünk, hogy ez tényleg bármilyen ilyen pointer típusra fog nekünk működni. Ugye az iterátor alapban is egy pointer tulajdonképpen. Nyilván ez nagy segítség nekünk, hogy bejárjuk ezeket az adatszerkezeteket. Na most, mai napra itt állnánk meg, mert tulajdonképpen ez lett volna, amit ma be akartam mutatni, eddig szerettem volna eljutni. Úgyhogy innen fogjuk folytatni majd pénteken. Jó? Úgyhogy én most első körben meg is köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy néztétek ezt a kis videót.